Hallottassak, szavazzál már 12-en, de na! End. 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 Hallott, boy? Én nem, én kifogytam. Tehát egyszerűen van, van amikor a határomon vagyok. Én most itt vagyok. Szeretettel köszöntök mindenkit, ez a 12. N-osztálynak a kampányvideó forgatása. Nem vagy! Csinsz. Mivel célul tűztük ki azt, hogy átadjuk nektek a forgatáson tapasztalt pozitív élményeinket, ezért szeretnénk nektek bemutatni a helyszínt. Jól áll a bimbo? Kicsit. Egy ilyet csinálhat, nézd meg! Mi egy ilyen az új világban? Csináljátok! A legjobb utasok! Mint a Jackass, meg így csak elkészülünk! Ott is áll! Mind a kettő! Itt most éppen azt tesszük fel, amikor Benke úr és Ábel megérkezik. És... szerepbejárás. És láthatjuk, hogy főrendező úr Rézan éppen mutatja meg, hogy hogy mit kell csinálni. Ábel már a szerepét próbálja. Tehát ez nagyon jól játszik. Én kémia fatos vagyok, nem szeretek bulizni. Lépő! Ott már lejjebb te! Ha tovább megyünk a helyszíneken, akkor láthatjuk Benke Ádámot egy rokival a füle mögött. Megehetem? Nem lehet sajnos menni. Igen, egyébként ugye Axelnek az álma köré van az egész filmünk építve. Igaz? Mit is álmodsz? Hát, hogy Forma 1-es versenyző is lehetnék, de ehelyett inkább beletek töltöm a szabad időt. Igen, tehát szegény szerencsétlen. Köszönjük! Ezt nem bírom tovább. Na, mi hát itt baj le? Már vége? Már 4-5. Oké? Kaja. A lényeg. Nagyon hangosak? Legyél ideges, tehát látszódjon rajta, hogy ideges. Nem fogom nevetni. Nem fogod elnevetni. A lényeg, hogy nagyon idegesen mondjad, hogy ne függőlegesen, hanem vízszintesen! Köszöntök mindenkit a 12. kampányforgatásán. Ja. Éppen el fognak rabolni. Húz. Azzal. Oké. Okay. Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit a 12. ennek a kampányforgatásán. Az a helyzet, hogy fogalmam sincs, hol vagyok, meg hogy mit csinálok, meg hogy miért vagyok egy kukás zsákba. És alig kapok levegőt. És lyukas a cipőd, mint mindig. Ja. Oké. Megölik. Vedd már lejjebb. Itt vagyunk a 12. ennek a kampányvideó forgatásán. Éppen a tavalyi kampánynak a két nyertesével. Éppen utazunk a helyszínre. Rettentő stílusosan. Egy ügyeleti kocsival előttünk. Szavazz! Miért szavazzanak az emberek a 12. N-osztályra? Mi lenne az? Mert buzi vagyok. Ezért. És Csenge? Mert itt van Viktor. És én. Hát csak kijöttünk a srácokkal napozni. De baszunk nem működik. Az első forgatáskor az időjárás nem nagyon kedvezett, viszont a filmhez tökéletes volt, baromi nagy sár volt, esett az eső. Kellett ilyen esernyő is a kamerásunknak, hogy el ne ázzon véletlen sem. Várj, ez kicsit feljebb, így. Jó, mehet. Hát ott szenvedtünk, próbáltuk a sárba belenyomkodni a ruhákat, hogy minden életű legyen. Aztán Viktor volt az, aki úgy vergődött, hogy fú, nem tudtuk, mi lesz a vége. De a végén... Nem áll, Réza, most ezt nem azt, de...
A kocsiban forgattunk azt, amikor a két testvérem megkeres engem, ugyanis én éppen akasztásra várok, a halálsoron vagyok. Azt kell elmondanom, hogy halálfélelmem volt, ugyanis Viktor úgy vezetett a kis utcákon, akár egy állat, szó szerint. Elég, ha csak annyit említem, hogy Lambertnek is halálfélelme volt, tehát akkor én mit szóljak. Ugye Lambertről köztudott, hogy ő egy hústorony, gépezett, egy lelketlen vadállat. De még ő is sírt a kocsiban. Megmutatom, mit kell tenned a szavazásnál. Itt van a 12. ennek a doboza. Megfogod a szavazó cédulát, szétnyitod és beleteszed. Amúgy kalap lesz az a doboz, de... Ja, hogy kalap lesz. Szerintem azért is szavazzál a 12. N-osztályra, ugyanis a mi filmünk úgy dolgozta fel a cowboy történetet, ahogy még senki más. Nem a megszokott sémák szerint, nem a párbajos, nem a kötéldobálós jeleneteket tettük bele, hanem egy teljesen új megvilágítás volt. A bullying az első emeleten lesz, egy fergeteges lesz, külön ki szeretném emelni, hogy Benke Ádám alias DJ Kishal Sneci fog játszani a lemezlejátszók. Kishal? Nagyhal? DJ Nagyhal fog játszani a lemezlejátszók mögött. Amikor a Bercecsarnok mögött forgattunk, ugye mindannyian kockásinkbe bújtunk, és hát egy járókelő, egy öreg néni eléggé félreértette a helyzetet, azt hitte, hogy már megint tüntetnek a diákok. Az előbb a forgatás alatt egy nagyon érdekes jelenet történt, ugyanis, ahogy mindannyian tudjuk, tegnap volt a kockás támogatás a Berzébe, ahol egy csoportképet csináltak az ifjak a kockásinggel, és ma pedig forgatunk szombaton egy nappal utána. És előbb idejött egy idősebb hölgy, aki azt hitte, hogy tüntetünk, és azt mondta, hogy ahelyett, hogy tüntetnénk és kockásinget vennénk magunkra, a lányoknak otthon kéne főzni, mosni, porszívózni és takarítania. Tehát akadályozta a forgatásunkat, ugyanis ezt a forgatásunkat tüntetésnek nézték. A bullying az... Ne dudálj már! Nézd már dudált, láttad te is? Üldöznek minket! Hallod, Réza? Nyom bele. Hallod, padlógáz. Úristen, előveszi a puskát. Hát. Ezek szerint lassú volt neki a 40-es sebesség. Ha, igen, és piros a lámpa. Na, majd jön a rendőr bácsi, nyom egy kis fénykét. Vagy mi is lefogom. Egy kis fénykét. Sima. Tehát szerintem azért is szavazzál a 12. N-osztályra. Mert egy olyan módon dolgoztuk fel a cowboy történetet, ami nem megszokott, nem, hallod, megint mozog. De az is azt fogod mondani, hogy nem jó. Én tudom, Réza is van. Azokat mondjuk el, hogy mit követelünk és mit fogunk megvalósítani. Ugye meg fogjuk valósítani, ha ránk szavazol a koedukált WC-t. Ez a legfontosabb, valamint lesz szerelmet, tehát megkapod életed párját. Valamint ígérünk neked egy álomautóutazást Axel Miniével. Illetve garantáltan felvesznek arra az egyetemre, amire szeretnél tovább tanulni. A jegyeid is jók lesznek, fogad is fehérebb lesz, és a hajad is simán. Hallod, tesó? Adjál tenni a gyereknek. A szájába bele. Nem tudok, várjál még, mit lehet mondani? Szavazz a 12. Endre. Ha megnyomom, azzal leáll? Nem azt, piros.